Mennyi atyánk, hálásak vagyunk neked. Jézus Krisztus nevében, te fiadnak a nevében, hogy befogadsz bennünket a jelenlétedbe, minket, akik távol valók voltunk, közel valók lehetünk most, közel lehetünk hozzád. És mi, akik nem nép voltunk, nem néped voltunk, köszönjük, hogy Jézus Krisztus vére által, és a te szent szellemednek a kenete által a te népeddé lettünk, és a te néped vagyunk. Köszönöm, köszönjük neked ezt. Köszönjük, hogy papoknak a birodalmává tettél bennünket. Melkizédek rendje szerint lehetünk papok Jézus Krisztus miatt. Amen. Amen. Szeretnék az igének a hatása a gondolkodásmódra, az elmére. Az elme az egy fantasztikus készítménye Istennek. De ugye sajnos a bukás által nagyon sok rossz dolog történt az elmével, megvakult, megromlott, megbomlott, és mindenféle egyéb dolgokat csinált, meghomályosodott, és ebből Isten megváltja az elmét, és erről fogok beszélni, szeretnék beszélni, hogy hogyan tudja az Isten felhasználni az elmének a megújítását ahhoz, hogy új teremtésként, új teremtményként tudjál ezen a földön új cselekedeteket tenni, amiket előtte nem tettél, és hogyan tudsz kísértésekben is megállni. Tehát a 119. Zsoltár, 130. verse azt mondja, a te beszéded, tehát Istennek a beszéde, a te beszéded megnyilatkozása világosságot ad. Tehát Istennek a beszéde, ahogy kijön a prédikátornak a szájából, világosságot ad, és azt mondja, oktatja az együgyűeket. Tehát az elmére, az ige világosságot ad, és oktatást. Az oktatást, az, hogy tehát hogy okulni tudjál, az abban benne van az, hogy ismeretre tegyél szert, tehát megértés jöjjön be az elmédbe, tehát értsed az igét, és ne csak értsed az igét, hanem ismerd meg azt a valóságot, amit az ige kinyilatkoztat neked. Ez a lényege az elmének, tehát az igének a hatása az elmédre, hogy világosságot, majd mindjárt megbeszéljük, hogy mi az, hogy világosság. Mit ért azon az ige, hogy világosság? De a világosság az annak köze van ahhoz, hogy megértesz dolgokat, és megismersz dolgokat. Tehát megértesz, és megismersz igéket, igazságokat. És itt nem az ige a lényeg, tehát hogy a fogalmakat értsed, hanem az a lényeg, hogy azok a fogalmak, amik azokat a valóságokat írják le, amik Istennél vannak, ezeket a valóságokat a fogalmak által meg tud ragadni, és azt a valóságot be tudjad hozni a szívedbe. Mert ez a lényege a megértésnek és a világosságnak. A szívedet úgy kell elképzelned, ahogy Jézus is mondta, hogy olyan, mint egy tömlő. Hogy bele kell, ugye ő például azt mondja, hogy bor, tehát bort töltenek bele a tömlőbe, és a tömlő az egy tároló eszköz. Na ilyen a szíved. A szíved az egy tároló eszköz. A szíved tárolja, raktározza azokat a dolgokat, amiket az Isten átadott neked. Tehát ez a szívnek a lényeg, ez is beletartozik a szív lényegéhez, hogy amiket Isten átadott neked, valóságokat, fogalom, tehát a fogalmak által, emberi fogalmak, szavak által, amik átjöttek a szívedben, pedig legyen a szíved az egy tároló eszköz, egy tároló helység, amiben ezek a valóságok belekerülnek és tárolódnak, és elkezdenek fejlődni,
Tehát úgy tárolódnak, mint mondjuk régen csinálták azt, hogy gombákat ültettek a ugye, pincékbe, és ugye beletették a földet, vittek oda, és akkor ott elkezdtek tenyészteni gombákat. Mondjuk az a más gombák is tenyésztődnek, de maguktól. De hogy mondják, tudod, amikor hát gombát termesztettek, és ugye ott is az történt, hogy belevetették a magokat a földre, az ott volt, és utána hagyták, hogy dolgozzon a mag, és elkezdett kialakulni, formát önteni, tehát egy alaktalan valami, egy megfoghatatlan valami, egyszer csak alakot kap, megfogalmazódik, kikristályosodik, meglátszódik, és megjelenik valamilyen alakban. Ugyanezt csinálja a szívünk, hogy ott tárolódnak azok a valóságok, láthatatlan valóságok, amiket Isten az ige hirdetés közben belehelyez a szívedbe. Az egy tárolóeszköznek kell, hogy legyen, és ebben a tárolóeszközben elkezdenek ezek a láthatatlan valóságok alakot ölteni. Mert ugye a tartalom bekerül az életedbe, de formát kell, hogy kapjon a tartalom, hogy lehessen azzal dolgozni, azt meg lehessen ragadni, azzal már elkezdhessen valamit csinálni Isten, meg te is. Róma 13, 12, tehát itt a világosságot nézzük most, a világosság fegyvereiről van itt szó. Az éjszaka elmúlt, hallod? Elmúlt az éjszaka. A szívedbe, most már ne legyél olyan, mintha éjszaka lenne, kómába fekszel, és nem tudsz mit csinálni. Mert aki éjszakában él, az olyan hit szempontjából az olyan, mint hogyha csak fekszik az ágyon, és nem tud megmozdulni se, maximum forgolódni tud csak. Tehát ne legyél ilyen ember szellemi értelemben, hanem nappaliak vagyunk, aktív, tevékenyen kell csinálnunk a dolgokat, aktívan kell csinálnunk a dolgokat, tehát nem egy passzív állapotban vagyunk. Elég volt akkor, amikor megtérésünk előtt passzívak voltunk a hit szempontjából, szellem szempontjából. Itt az ideje, azt mondja, elmúlt az éjszaka, a nap pedig elközelget, ezért vessük el a sötétségnek a cselekedeteit, és öltözzük föl a világosság fegyvereit. Tehát itt is, ahogy azt mondja, hogy a Isten igéje világosságot ad az embernek, kiderül, hogy ez a világosság, amit Isten igéje ad, ez nem csak egy megfoghatatlan valami, hanem ez a világosság, ez fegyver is egyben az embereknek, tehát fegyvert is ad a kezedben az ige, mert ez ugye azt mondja, hogy az te beszéded világosságot ad. Itt meg arról beszél Pál apostol, hogy a világosságnak a fegyvereit is kézbe kaptuk, és ezekkel a fegyverekkel valamiképpen az elménkre hatással vannak ezek a dolgok. Tehát el kell kezdeni használnod a világosságnak a fegyvereit. És erről viszont a 2 Korintus 10-ben van szó. Tehát a világosság az egy fegyver, és nézd meg, hogy mire használjuk a világosság fegyvereit, ami összekapcsolódik a megértéssel és az értelemmel, hogy meg tud ismerni és meg tud érteni azokat a dolgokat, amiket Isten készített el neked, mert ezt alapból nem lehet megérteni. Itt azt mondja a 2 Korintus 10, hogy noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. 1. Megtapasztaltad, tapasztalod, hogy testben vagy? Tehát testben vagy. Testben vagy. És azt mondja Pál apostol, hogy noha testben vagyunk, de harcban vagyunk. Azt mondja, noha testben élünk, nem test szerint vitézkedünk. Ez egy jelen időben van a vitézkedés. Arról beszél, hogy a testben való életünk harcot jelent és vitézkedés. Tehát a vitézkedés az harc. Az rég rossz, hogyha te egy passzív, harcmentes életet élsz. Ez azt jelenti, hogy noha testben vagy, de mégsem vitézkedsz. Mégsem harcolsz, amikor pedig kéne harcolni, és ez hatással van az elmédre, a gondolataidra, a szívedre és minden belső részedre. Figyeld, mert utána azt mondja, mert a mi vitézkedésünk fegyverei, emberek megint azt mondja itt,
vitézkedésünk fegyverei. Az előbb világosság fegyvereiről beszél. Most azt mondja, hogy nem véletlen az Isten igéje, a prédikált ige, ezt úgy kell neked látnod a prédikált igét, hogy minden egyes Isten tisztelettel, minden egyes prédikációval neked fegyvereket ad a kezedben az Úr. Hogy a követbe ő tudja, hogy mivel állsz szemben. Tudja, hogy milyen dolgok vannak az életedben. Tudja, hogy milyen harcaid vannak. És ha te a prédikációba csak a fogalmakat és a szavakat hallod meg, és nem fegyverkezel föl, akkor úgy fogsz nekiállni a következő hétnek, a következő heteknek, napoknak, hónapoknak, mint az a katona, aki bemegy a lőszerraktárba, és megragadja a fogalmakat, tehát, és oda megy a vak tölténye pulthoz, és tele szedi magát vak tölténnyel, belerakja a gépfegyverébe, és megy az éles harcba. És megvan róla győződve, hogy ő lőni fog. És lehet, hogy lőni fogsz, de semmit nem fogsz elérni vele. És ez a baj a legtöbb keresztényel. Lövöldöznek, nagy dirdór van, hangos, minden, ő is tudja, hogy háborúban van, de igazából azt látja, hogy semmi értelme nincs. Lövöldözik, lövöldözik, és semmi hatás nincs. Hát ne csodálkozz, hogy nincs hatása. Vedd ki a vaktöltényedet, és tegyél bele igazit. És hát csodálkozik az ember, kimegy a harcmezőre, kiáll, elkezd lőni, és semmi ellenség meg se nyekken, meg se nyikkan, mindenki áll, az összes ellenség áll továbbra is a szintéren, és akkor csodálkozik, hogy de miért nem történik meg? Miért nem történik semmi? Hát én elmondom neked, hogy miért nem történik semmi az ellenségeiddel. Miért állnak azok még mindig több, mint 10 éve az életedben? Vagy 5 éve, vagy pár éve az életedben. Azért, mert vak tölténnyel lövöldözöl rájuk. És ezért ne csodálkozzál. Ugye az se csodálkozik fel, megmondja neki a bajtársa, figyelj már, cseréd le a vak töltény táradat, menjél vissza a lőszerraktárba, és éles töltényt vegyél fel. És tudod, milyen éles töltények vannak? Nem csak ilyen kis gulyók, hanem ilyen bum-bum lövedékek is. Meg most már gyártanak mindenféle egyéb dolgokat, mindent beleszerelnek. És ilyen az Isten igéje, hogy beleszerel az Úr mindenféle jó dolgot, ami az ellenséget megsemmisíti az életedbe. És ilyennel tölti föl. És ez az igehír, tehát az igehirdetés által kapod meg. Neked ezt meg kell ragadnod, mert az Úr tudja, hogy ki vagy. Az Úr ismer név szerint, tud rólad mindent, tudja, hogy milyen harcaid vannak, tudja, hogy milyen gondolataid vannak, tud mindent rólad. Ezért az igében felszerel, tehát átadja neked az éles lövedékeket, és odaadja neked, hogy azokat elkezd majd használni a következő napokban, a következő hetekben. Ezért beszél erről, hogy a világosság nem csak arról van szó, hogy te hallgatod az igét és megértesz valamit, hanem arról van szó, hogy ezek fegyverek, azok a dolgok, amiket megértesz, azok a dolgok, amiket megismersz, azok mind fegyverekké válnak az életedben, azok mind fegyverek ahhoz, hogy a sikeresen tudjad megharcolni a harcodat. Emberek, harcra vagyunk elhívva. Ha akarjuk, ha nem, akkor is harc zajlik körülöttünk. Akkor is harcolás megy. Akkor is a világosság és a sötétség erői összeütköznek, és mi pont az ütközet kellős közepén vagyunk mi emberek. Itt a Földön, ebben a bolygón való élettel. Pont a kettőnek a ütközési zónában vagyunk. És leülhetünk és sírhatunk azon, hogy most miért történik ez velünk, miért van ez, miért engedi meg az Úr ezt, meg vagy azt, meg amaszt. És akkor mi fog történni? 5-10 évig, meg 20 évig, meg lehet, hogy a halálod napjáig sírhatsz azokon a dolgokon. Vagy felfogod végre, hogy itt küzdelemről van szó, itt küzdésről van szó, hogy harcról van szó, tusáról van szó,
ugye ahogy az eredeti görög kifejezés használja, birkózó meccsről van szó. Tusakodás, birkózásról van szó. Birkóztál már? Ki birkózott közületek már? Azta. És figyelj, mi volt, mit tapasztaltál a birkózáskor? Hogy az nem ökölvívás, ugye? Hanem az test, tehát ott, tehát a két test összeér, és igazából fogásokat keresnek egymáson, nem? Hogy azokkal a fogásokkal le lehessen egy olyan állapot, tehát le kell úgy tenni, tehát fogásból ne tudjon kijönni. Na, ezt akarja az ördög is, hogy ne tudjál kijönni a fogásából. Érted? De az Úr olyan fegyvereket adott nekünk, olyan fogásokat, technikákat tanulhatunk az igéből, hogy az ördög, képzeld el, az ördög kerül a te fogásod alá. És ez a kis buborékember, aki ugye az ördöghöz képest, ugye mi emberek, a Szent Szellem ereje által, ez a kis ember, porszemek, mint mi, a Szent Szellem ereje átfolyik rajtunk az ördögre, és olyan fogás megy rá, hogy nem tud abból kijönni. Erről szól az oldás és a kötésnek a hatalma. Erről szól az, hogy rajtad keresztül a Istennek a szelleme ráárad az ellenségre, és megkötöződik. És itt két kérdés van. Vagy te vagy megkötözve démonoktól, vagy a démonok vannak megkötözve általad. De az Úr nem fogja azt csinálni, hogy rajtad kívül fogja ezt csinálni. Tehát ebbe téged fog felhasználni. Ha te nem csinálsz semmit, akkor nem fog történni semmi. De ha te oda szánod az életedet a harcra, ha te oda teszed az életedet, hogy a világosság fegyvereivel harcoljál, akkor győzelmet fog adni neked az Úr. Győztessé fog tenni az Úr. De harc nélkül nem lesz győzelem. Azt csak ábrándozni fogsz. Soha nem fogsz győzni az életbe. A győztesek, akik ebben az életben sikeresek, győztesek, tehát még világi emberek is, akik sikeresek, olyan emberek, azok nem passzív emberekként lettek sikeresek, hanem akik sikeresek lettek világi emberek is, azok mind kőkemény harcok által lettek sikeresek. És ha te is sikeres ember akarsz lenni, ezt nem csak úgy az öletbe pottyantják, a sikert, hanem küzdeni kell, akarni kell küzdeni. Egyáltalán ez a magyar passzív, ugye ez a szocialista, kommunista rendszer után az emberek el vannak fekve, és ugye majd az állambácsi csináljon helyettünk, állambácsi oldja meg a dolgunkat, ugye ez egy passzivitás, ez olyan, mint egy gyerek cipőbe való járás, mert a gyerek is azt várja, hogy a szülei csináljanak meg mindent, és ő csak megkapja készen a dolgokat. De figyeljetek ide, ez egy rossz, ez egy rabszolga mentalitás, ez a kommunizmusnak a hatása az emberi pszichére, mert nem csak szellemileg és ideológiailag tette tönkre az emberek szellemét a kommunista eszmék, meg fasiszta eszmék, meg ilyen dolgok, hanem az embernek a pszichikumát is, személyiségét is tönkre vágták, és egy ilyen rabszolga nép lett belőle, és a rabszolga népre az a jellemző, hogy nem akarnak harcolni. Hát ezt csinálták Izrael fia is. Ettől félt az Úr, hogy bevezesse őket a harcba, mert azt mondta, hogyha netalántán elkezdenek harcolni, vissza akarnak fordulni. Inkább Egyiptomba mennek, érted? Tehát inkább megmaradnak a rabszolgaságba, a bűnnek, a különböző démoni fogságoknak, de nem hajlandóak harcolni. És ez rossz, hogyha ez a magatartás van benned, hogy inkább megmaradsz a depressziódba, meg különböző betegségekbe, meg nem tudom mibe, de nem küzdesz szegénységbe, nincstelenségbe és a többi, és nem vagy hajlandó küzdeni, akkor te ott fogsz ebben a pusztában elpusztulni. Tehát magyarán nem lesz áttörés az életedbe, hiába Isten igéje áttörést akar adni neked. Értitek? És ezért fontos, hogy küzdeni, egyáltalán akarjál, először el kell oda jutni, akarjál küzdeni.
És amikor eljutsz oda, hogy akarsz küzdeni, és felvállalod a küzdelmet, hát még ott kezdődik el igazából az áttörések. Addig esélyed nincs, addig csak vágy, álom, hogy áttörések legyenek az életedbe. De amikor elkezded ezeket a fegyvereket, amiket Isten igéje átad neked, ezeket elkezded használni az életedbe, megtörnek az átkok, megtörnek démonok, megtörnek betegségek, megtörik minden rossz dolog, minden, ami a sötétséghez tartozik, hát ezért világosság fegyverei, hogy megtörjön minden sötét dolog az életedben, ami a halál, ami a gyász, ami a depresszió és szomorúságtól kezdve, minden ilyen dolgok, ezek megtörnek az életedbe, de ki kell jönnöd a passzivitásból. Aktív szellemi életet kell élni. Enélkül nem fog menni. Enélkül nem fogsz tudni sikeres keresztény életet élni. Amen. Egyet tudsz ezzel érteni? Sikerül valahogyan kibillenteni téged a passzivitásból? Erre már... annyira passzív, hogy még nem. Tehát még azt sem tudod mondani, hogy legalább mondd azt, hogy nem sikerült, mert hadd beszéljek utána még többet erről akkor. Tehát a világosság fegyvereit adja oda az Úr. Azért, hogy a sötétséget megszüntesd. De ki fogja megszüntetni, ember? Ha ő átad neked fegyvereket, ezzel pontosan kifejezte azt, hogy nem ő fog küzdeni. Érted? Hát miért adjon neked fegyvert? Hát amikor Saul átadta a Dávidnak a fegyvereit, ezzel azt is kifejezte, hogy nem ő fog küzdeni. Nem miért adta volna át? Na most Isten odaadta neked az ő fegyvereit. Átadta a világosság fegyvereit neked. Szerinted ezek után te várhatod, hogy Isten fog harcolni azért a dologért? Neked kell megharcolnod. És innentől kezdve ott van az embernek a személyes felelőssége, hogy amit van, azt neked kell, tehát hogyha nincsenek azok a dolgok, akkor magadra nézzél. Ha megvannak azok a dolgok, nézzél magadra, mert akkor te harcoltál, te betöltötted azt az igét, és ebben támogatott az Úr ebben a harcba. De ha nem vagy hajlandó harcolni, akkor légy szíves, csak egytől kímélj meg, hogy ne Istenre fogjad, hogy miért nem segít rajtad. Mert ő átadta a világosság fegyvereit neked. Csak te lehet, hogy kiraktad a fali polcra, hogy milyen szépen mutat a nappaliban ezek a fegyverek. Közben az Úr meg azért adta, hogy harcoljál azokkal. Vagy ne a sufniba tedd be a fegyvereket, hanem harcoljál azokkal. Hazamész, és holnaptól reggel fölkelsz, és harcolsz ezekkel a fegyverekkel. És megmondod az ördögnek, eddig tűrtem, eddig rosszul gondolkodtam, eddig másképp láttam a dolgokat, de mostantól kezdve kőkemény ellenfélre fogsz találni. Én már nem vagyok ugyanaz, mint aki tegnap estig voltam. Na a prédikáció megváltoztatta a hozzáállásomat. És ezért mondja, álljatok ellen az ördögnek. És mit fog csinálni az ördög? Kitől fog elfutni? Tőled! Mondjad, tőlem! El fog futni, hogyha ellenállok. El fog tőlem futni. Látod? El fog tőled futni. Mert ezt mondja az Isten igéje. És az idő rövidsége miatt nem akarok az Efézus 6-hoz lapozni, hogy a megállás, amire ugye Péter utal, hogy álljatok meg az ördöggel szembe, az Efézus 6 még mondja is, hogy öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, és álljatok meg! Látod? Tehát pontosan ezért adta ezeket a fegyvereket Isten, hogy ezeket felöltözve tudjunk megállni, tehát aktívan használni tudjuk ezeket a fegyvereket. Amen? Na de nézzük tovább, hogy a világosság megvilágosítja az elménket, ismeretet ad, már ez is, már most az, hogy megértettél valamit, már ez átkerült, a világosság jött be hozzád, a világosság jött be a szívedbe, és ez a világosság fegyvereket adott a kezedbe.
fegyvereket is adott át neked. És most már az őrre nem fog tudni becsapni. És ezért figyelj az érzéseidre. Mert itt azt kell megnézni, hogy az érzéseid, ugye azt fogják mondani, hogyha így felkezd, ilyen verességérzés van. Megmondod, nem! Hát nekem már van! Érted? Tehát most nem a láthatókra nézek, hát azt mondja Pál apostol, hogy mi, akik hiszünk, nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanra. Most megkap, ember, most mondjad meg őszintén, megkaptad, vagy nem kaptad meg? Megkaptad a világosságot, vagy nem kaptad meg? Akkor megkaptad a fegyvereket is. Akkor nekem nem mondd azt, hogy ha jönnek a rossz érzéseid, depresszív érzéseid, hogy neked nincs világosságot, nincsenek azok a dolgok. Hanem továbbra is kudarcol. Te magad teszed kudarccá önmagadat. A saját gondolataid, a saját kivetüléseid, az érzéseid képzeteket adnak neked, és ezek a képzetek kivetülnek az elmédbe, látod magadat kudarcosnak, szegénynek, mindenféle negatív dolgoknak látod magadat, és te csodálkozol, hogy megtörténik az, amit látsz magadba belül. Veled megtörténik? Ne csodálkozzál! Meg kell változtatni a gondolkozásmódodat. Hát erről van szó, ezért világítja meg Isten a gondolkozásunkat, hogy a belső látásunk megváltozzon. Majd erről még fogok beszélni, mert óriási dolgok, erő van benne a képzetekben, az ember elméjében. Nem, ezért mondtam nektek, az elme az egy nagyon fontos dolog. Az képzeteket lehet társítani. Az olyan, mint egy vetítőterem, vagy egy ilyen fotóterem. Tehát, hogy ott beülsz, és kivetíti a vászonra a filmet. és igazából azt vetíti ki, ami benned zajlik. És ezért ne figyelj oda, tehát ne, ahogy felteszik azt a filmet neked, hogy te kudarcos, vereséges, beteg ember vagy, meghalsz, meg ilyen dolgok, tehát nincs győzelmed, verességre vagy ítélve, soha, tehát ilyen kudarcos embernek látod magad, és azt vetíted a gondolataidba. És persze az érzelmeid átveszik ezt az egészet. És utána csodálkozol, hogy beragadtál a filmvetítő terembe. És kijössz, és addig peregnek ezek, és kijössz, és az az ember jön ki onnan, amit látott. Mert mindig az az ember leszel, akinek belülről látod magadat. És ezért kell magadat az ige szerint látnod. Ezért jön a világosság, hogy az ige szerint lásd magadat, az ige szerint lásd a körülményeidet, az ige szerint lásd a sorsodat, és mindent. És akkor nem leszel depressziós, nem leszel elégedetlen ember, nem elégedett ember vagy. Hát ha azt mondja Isten igéje, és ezt többször is szoktam mondani, ugye a Efézusi levélben, azt mondja, hogy Krisztus Jézusban mindennel megáldott bennünket az Isten. Akkor miért nem látom rajtad, hogy mindennel meg vagy áldva? De most én nem a tulajdon ingó ingatlan javaidra gondolok, hanem az arcodra. Miért nem látom azt, hogy meg vagy áldva? És tudod, itt kezdődik az áldás. Te nem gondolnád, de itt kezdődik az, hogy egyáltalán hozzád tud-e jönni az áldás, vagy nem? Hozzád tudnak-e jönni az Istentől való dolgok, vagy nem? Hát ez a hit, hogy amikor nem látod, amikor nem tapasztalod, de mert az ige ezt mondja, csak ezért a dologért így gondolkozol. És először a gondolkozásban van. Soha nem úgy van, hogy jaj, egyszer csak rosszul hiszel, vagy nem működik a hit. Hanem mindig ott kezdődik, hogy a gondolat. Mindig a gondolattal kezdődik. És az már meghatározza, hogy hogyan hiszel. És ahogyan hiszel, az történik meg veled. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, a gondolkozásra, az elmére nagyon oda kell figyelni. Mit vetítesz ki az elmédnek a vetítő vásznára? Erre nagyon oda kell figyelni. És hát nézd meg, azt mondja, hogy mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek. Tehát most ne várd azt, hogy ide jövünk, és kiosztok nektek kardokat, pajzsokat, lőfegyvereket, töltényeket. Tehát azt mondja a Pál apostol, hogy mi úgy vitézkedünk, hogy ezek nem anyagi fegyverek, tehát nem természetes, anyagi jellegű fegyvereink vannak, hanem azt mondja, hogy ezek a világosság fegyverei, ezek erősek, az erősségek lerontására. Tehát ezek,
ezek azt mondja, Istennek erősek. Most gondolom, hogy Istennek erősek. Tehát, hogy annál nincs erősebb dolog, hogyha ezek Istennek is erősek, ezek a fegyverek. Tehát akkor ez bőven elegendő arra, hogy te az ellenségedet legyőzd az életedbe. És itt erről van szó, hogy legyőzöd-e az életed, a sorsod, az életednek az alakulása, arról kell, hogy szóljon, hogy legyőzöd az ős ellenséget, legyőzöd azokat az ellenségeidet, amiket a generációs folytán, generációnak a megszületése folytán jöttek ellened, a bűnök folytán jöttek be az életedbe, és különböző dolgok árán jöttek be, és erről szól a harc, hogy ebből ki kell törnöd, mert vagy a bűneid, vagy a generációdnak, apádnak, nagyapádnak, szüleidnek, dédszüleidnek, és különböző családfádnak a bűnei fognak meghatározni a te cselekedeteidet, vagy kaptál lehetőséget Istentől a fegyverek által, hogy egy egészen más életet tudjál élni, hogyha felveszed a harcot ezekkel ellen, az ősi gonosz erők ellen. Jó? És figyelj, mit mond, erősségek lerontására. Figyelj, erősségek lerontására vannak a fegyverek. De itt nem áll meg, hogy na, erősségek lerontására is kész. Következő verszakban azt mondja, lerontván, tehát mik ezek az erősségeket? Azt mondja, rontsunk le erősségeket. De mik ezek az erősségek, amiket le kell rontani? És most figyelj, mik ezek. Okoskodás. Magyarán itt bent kell lerontani dolgokat. Azt mondja, lerontván okoskodásokat. Ezek azt mondja, magaslatokat. Képzeld, amikor már annyit okoskodik egy ember, ez már magaslat tud lenni neki. Tehát ez azt jelenti, hogy meghatározza, tehát nem tud szabadon gondolkodni, hanem határokat állít be ezek a magaslatok, és nem tud az ember, nem képes átlépni ezeken a magasságokon. Ezeket le kell rontani ezekkel a világosság fegyvereivel. Okoskodás minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett. Tehát mi a lényeg ezeknek a magaslatoknak, okoskodásoknak? Az, hogy ne tud megismerni az Istent. Hallgatod, hogy mit mondok, de nem tudod megismerni az Istent. Miért nem tudod megismerni? Mert hallod a hangomat, de belül olyan okoskodások, érvek, magaslatok vannak, amik megakadályozzák az Isten ismeretét az életedbe, és Istennek az erejét az életedbe, hogy megvalósuljon és bejöjjön az életedbe az Isten ereje. Értitek? Magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett. Figyelj, az egyik a lerontás, tehát egy ilyen feladata van, hogy neked le kell rontani. Magyarán mit jelent ez? Hogy az elméddel, az ige tanulmányozással, az igével való foglalkozásban romboló tevékenységet kell tenned a saját elmédben. Rombolnod kell olyan ideológiákat, érveket, okoskodásokat, amik ellenállnak az Isten ismeretének. Például, előjön egy gondolat, mit magyaráz ez itt? Legyen vége már! Tehát a Isten tiszteletnek. Ezek ilyen belülről az elmében felépítenek falakat, és akkor már nem arra figyelsz, hogy növekedjen az Isten ismeret az életedbe, hanem már ezek a falak beálltak az ige, és te közéd, és emiatt nem fog tudni növekedni a szellemi életed. Értitek? De például azt mondja, tehát az egyik a romboló tevékenység, ezeket mind le kell rontani, és a másodikra azt mondja, fogjul ejtvén. Mit jelent az, hogy fogjul ejtvén minden gondolatot? Mit jelent ez? Ez azt mutatja, hogy az embernek az elméjébe ilyen, tehát tőle függetlenül ilyen mindenféle így kiugrálnak, vagy így, mint egy ilyen tenisz meccsnek a kinézett itt ilyen sportadót. Magasugrás, tenisz, birkózás. Tehát ez olyan, mint amikor a teniszlabdákat berakják a gépbe, és ugye üti ki a sorra, üti a labdákat kifele. Pontosan erről beszél itt,
hogy fogjul ejtvén minden gondolatot, amely Isten ismerete ellen épült. Magyarán jönnek ki ezek a labdák, és ezek Isten ismerete ellen vannak az életedbe. És ahogy jönnek ki, ha ezeket nem tudod fogjul ejteni, ezeket nem tudod elkapni, ezeket a labdákat, akkor ezek befolyásolni fogják a gondolkozásmódodat, és el fognak választani Istentől. Tehát azért, mert például mondom, hogy azon az ember, hogy álmos vagyok. És akkor ez is egy itt ebben a helyzetben, ha te ezt otthon lenne, amikor befekszel az ágyba, ez nem Isten ismerete ellen van felépítve. De hogyha ugye ez itt van, akkor mit kell ezzel csinálni? Fogjul kell ejtened. Magyarán, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. Érted, hogy megfogod ezt a gondolatot, megfeszíted, odavered a Krisztus keresztjéhez, na és akkor megmondod neki, most pihenhetsz ott. Én pedig figyelni fogok, és az Úrral fogok járni, engedelmeskedek az Úrnak. Tehát látjátok, hogy a gondolatoknak, tehát ugye ezek a fegyverek, ezek igazából, ha megnézem a harcnak a kimenetelét, vagy ahogy zajlik a harc, akkor azt kell mondanom, hogy a harc először benned kezdődik el. Tehát mielőtt eljutnánk az Efézus 6-hoz, hogy már magasságokat akarsz megdönteni, csúcsokat akarsz dönteni, világcsúcsokat, át akarod ezeket törni a magasságban, előtte azt mondja, hogy a küzdelem, a harcnak az iránya belülről kifele van. Tehát először magadba kell, a te rendszeredet kell megdöntened, forradalmat kell kirobbantanod magadban először, és utána az égi seregek ellen. Tehát nem a földi rendszert kell meg forradalmat csinálni, az égi rendszer ellen kell forradalmat csinálnod. És igenis, nekünk forradalmároknak kell lennünk. Te neked az az elhívásod, hogy forradalmat csinálj, forradalmár legyél. Tudod, mit jelent az, hogy forradalmár? Na? A forradalmár azt jelenti, a forradalom azt jelenti, hogy egy elnyomó rendszert megdönteni. Ez a forradalom. Tehát elnyomó rendszert megdönteni. Szeretném tőled megkérdezni. Az ördög elnyomó rendszert épített ki a Földön? Akkor magyarán, csak azért, mert nem ismerték ezt a szót a görögök vagy a zsidók, ettől nem fogják a szocialista forradalmárok lenyúlni tőlünk, mert mi hamarabb, nagyobb jogunk van használni ezt a szót, mert igenis mi arra vagyunk elhívva, hogy azt a rendszert, azt az elnyomó rendszert, azt megdöntsük, és kijöjjünk az alól. És figyelj ide, minden embernek az életében, és mindenkinek, és neked is, meg nekem is, és mindenkinek az életében az ördög egy elnyomó rendszert épített ki. És ha te nem vagy forradalmár, akkor ez az elnyomó rendszer mindig ott fog állni. És ez nem fogod tudni ledönteni, mert csak forradalom tudja megváltoztatni a rendszert. Értitek? Az elnyomó rendszert. Tehát ez meg az kell, hogy az ember, ilyen forradalmi tűzben égjen. Forradalmi tűz legyen benne. Ez a Szent Szellemnek a tüze, magyarán. A Szent Szellemnek a tüze legyen benned, hogy ez a tűz ez ne ilyen elhalványuljon, mert akkor nem fogod megdönteni a rendszeredet. De akkor fogod tudni a saját rendszeredet, elnyomó rendszert, amit... És mitől elnyomó? Az, hogy nem kérdez meg téged, hogy szeretnéd-e vagy nem. Megkérdezett egy betegség is egyáltalán megkérdezett téged, hogy szeretnéd-e, hogy bejöjjek az életedbe? A testedbe? A szegénység megkérdezte... Nincstelenség, szegénység, egyéb ilyen dolgok. Megkérdezte, hogy légy szíves, hadd jöjjek be. És ha nagyon akarod, akkor bejövök az életedbe. Hát az elnyomó rendszere az a jellemző, hogy nem kérdez meg téged, hanem egyszerűen azt veszed észre a körülményeiddel, hogy már ott van. És elnyom. És hirtelen az élet tered, az a szabadság, az hirtelen beszűkült az egész. És csak határok és korlátok között vagy.
Ez azt jelenti, hogy az elnyomó rendszer működik az életedbe. És ebből csak úgy tudsz kijönni, hogyha fegyvereket fogsz, hogyha forradalmat csinálsz magadba, hogyha a forradalmi tüzet behozod az életedbe, megragadod a világosság fegyvereit, és elkezdesz harcolni, és elkezdesz küzdeni az elnyomó rendszerrel szembe. Értitek? És én ezért beszélek erről, hogy legyetek forradalmárok, hogy tűz égjen bennetek, hogy eljussatok oda, hogy most már elég volt az ellenségnek a szolgálatából, a diktátumaiból, a diktátorokból, a bűnnek a diktátorából, a kísértések diktátorából, a betegségek diktátorából, és minden rossz dolognak a diktátorától, amit az emberek azt mondják, hogy én szeretném ezt abbahagyni, de nem tudom. Azért nem tudod, mert még nem vagy forradalmár, hanem rabszolga vagy. El kell jutnod oda, hogy a rabszolgából forradalmár legyen. És azért beszélek, azért szeretnék forradalmi beszédet tartani. A rabszolgákból forradalmárok legyenek, hogy tüzek gyulladjanak föl, hogy megdöntsétek azokat a rendszereket, amiket a magasságból próbáltak rátok tukmálni diktátumok által, és ezekből tessék kijönni, ezeket tessék legyőzni, harcolni ezek ellen, hogy te tudjad diktálni az életben azt, amit szeretnéd, hogy legyen. Hát erről beszél Pál apostol, hogy akik az igazságnak és a kegyelemnek az ajándékából részesültek, azt mondja, azok az emberek uralkodnak az életben. Tehát nem elnyomás alatt élünk, hanem uralkodunk ebben az életben. Nézzük meg a... Fú, ez még csak az eleje az egésznek. Hát ebből lehet, hogy egy pár hétig erről fogunk beszélni. Példabeszéd 23.7. Itt elsőre nem úgy tűnik, mintha arról lenne szó, amiről szeretnék beszélni, de mindjárt elmagyarázom, hogy hogy van itt. Mert mint aki számítgatja a falatot magában, olyan ő. Egy így áll, azt mondja te neked, de azért nem jó akarattal van hozzád. Az első, azt mondja 23.7, mert olyan, mintha a lelke mélyén számolgatna. Tehát nincs ott a falat, emberek. Magyarán, miről van szó a számolgatás, mit jelent? Gondolkozik. Tehát gondolkozik, kalkulál. Kalkulál, gondolkozik. Magyarán, milyen az ember? Ahogy önmagában gondolkozik, olyan az ember. Magyarán, te nem olyan vagy, aminek mutatod magad, hanem te olyan vagy igazából, ahogyan gondolkozol. Ahogyan belül a gondolatvilágod zajlik. Az vagy te valójában. Húzós, nem? De az vagy te, azt mondja az ige, hogy az vagy te valójában, ahogy, amilyen a gondolatvilágod, az olyan ember vagy te valójában. Tehát magyarán mit jelent? A gondolatvilág mit jelent? Az, hogy a gondolatvilágodban képek társulnak. Tehát mindig az ember képekben gondolkozik. Képeket lát maga előtt. Tehát most nem úgy, mint a filmet, tehát nem olyan képekre gondolok, de gondolatképekben, most mondok neked valamit, figyelj. És ezek a képek hatással vannak rád. És nem csak rád vannak hatással. Képzeld el, hogy még az a szervezetedre is hatással vannak, a fizikai szervezetedre. Bebizonyítsam neked, hogy hogyan? Na, mondok neked, hogy milyen ereje van a gondolatnak. Figyelj. Gondoljál egy jó sárga citromra, félbevágva. Na, gondolsz rá? És tudom, amikor belecsavarod a teába, vagy cukorral ráteszel, régen kisgyerekként azért cukrot tettünk rá, kikanalasztuk. Elgondoltad? Mi zajlott le benned? Savanyú! És minél jobban gondolsz rá, nyeltél? Volt olyan, hogy nyeltél? Ezt tudod, hogy mit jelent?
Az, hogy nyeltél, az, hogy a nyálmirigyed működésbe lépett. Emberek, a gondolattól egy fizikai részed működésbe lépett. A gondolattól. Akkor azt nem mond nekem, hogy a gondolatnak nincs ereje, nincs energiája. És gondold el, hogyha egy ilyen kép, a képzet el tud indítani, egy mirigyet tud működésbe hozni, akkor, akkor nézd meg azt, hogy a belül lejátszódó gondolatok, amiket nem biztos, hogy rögtön ugyanígy érzel, hogy meg, tehát egy mirigyet elkezd elindítani, de gondold azt el, hogy milyen, tehát hogy mit végez közben a testedben az a gondolat. Megdöbbentő ez. A képzetek, a képek, a belső gondolatképek, azok hatnak rád. Azok meghatározzák, hogy mi lesz veled, mi fog történni veled. És ezért vigyázni kell, hogy mit engedsz meg, vigyáznod kell, hogy milyen képet alakítasz ki magadról, magadban. Vigyáznod kell arra, hogy milyen képeket, és hát nézd meg, hát egyébként a kísértés is úgy működik. Hát képzetet hoz létre, nem? Hát az ember nem azért esik el bűnben, mert az elméje meggyőzte őt, hogy ez a jó. Hanem általában nagyon egyszerűen győzi le a kísértés az ember. Érzeteket hoz létre a belső gondolatvilág. És azok az érzések, azok az érzetek, már valóság, tehát az ember valóságként érzékeli őket. De közben nem azok, az csak a virtuális valóság, az csak az emberben a virtuális szempontból látja azt, meg érzékeli azt a dolgot, de ez összekeveredik. Tehát, hogyha nincs megújítva az elméd, hogyha az elmédet nem újította meg Isten igéje, akkor azt hiszed, hogy ez ugyanolyan valóság, mint amit egy külső hatásból érzékelsz. Az, hogy nyeltél, amikor rágondoltál a citromra, ez virtuális valóság volt. Ez nem igazi valóság. Ez belül az elmédnek a vetítővásznára lett kivetítve ez, és érzeteket hozott létre. És ezek az érzetek működésbe indították, működésre indították a szervezetedet. Ugyanígy van, hogy a virtuális képek, érzetek a kísértésekbe a testedre hatnak, és elindulnak olyan biológiai folyamatok, meg mindenféle dolgok, amikkel megcsinálja a bűnt az ember. Ugye hát egy tipikus példa mondjuk, hogy ugye, amit elmondtam nektek, hogy mondjuk egy rólatok ilyet nem feltételezek, de biztos, tehát világi ember megy az úton, autóval, meg lehet egy prostituáltat kint állni, és hirtelen egy virtuális, tehát neki addig nem volt kedve, tehát nem célirányosan ment, hogy ő most paráználkodjon, de ahogy meglátta, képzett társult hozzá, ahogy az a képzett a gondolatban érzetet keltett benne, azok az érzetek elindítottak egy fizikai folyamatot. Egy kémiai, fizikai folyamatok. De ez hazugság. De mégis valóságként tudja az ember átélni, és valóságként át tudja magát adni a bűnnek. Isten meg csodálkozik, és azt mondja a végén, meg azt mondja, hogy hát miért kellett ezt csinálni? És teljes depresszióba esik az ember. Értitek, hogy miért mondtam azt? Hogy belülről kifele történik a harc. Hogy először magadba kell lerendezned, hogy mi a valóság, és mi nem. Hogy hol kezdődik az, hogy halálra kell adnod valamit, és hol az, hogy nem, hogy meg kell csinálnod az Úrnak az akaratát. Értitek? Hogy a halálra adás, az nem egy megfoghatatlan valami. Amikor arról beszélünk, hogy az óemberünket Krisztussal együtt halálra adjuk, az nem egy megfoghatatlan valami. Azt tudod, hogy mi? A belső képzeteid, az érzektek, amik keletkeznek, szándékok, amik megjelennek. Érted? Ami nem a valóságból jön be az embernek az életébe, tehát nem valóságos, csak az emberbe egy virtualizáció zajlik, az kell neked
fölraknod, azért ezekre azt mondjuk, hogy ez hazugság, ez nem a valóság. Jézus Krisztus a valóság. Isten a valóság. Isten igéje a valóság. A bűn pedig virtuális. De mégis, ha megcsinálod, valóságát tudod tenni az életedbe, és ezért megy tönkre az embereknek az élet, ezért betegednek meg, és különböző dolgokat tapasztalnak meg a valóságban, azért, mert egy virtuális dolgot ragadtak meg, és azt gondolták, hogy ez a virtuális dolog a valóság. Hát figyeljetek ide, hát ilyen számítógép játékok is, ugye, akik bementek lövöldözni iskolákba. Tehát azok azt mondták a pszichológusok, vagy akik utána néztek, hogy ezek a gyerekek, ezek órákat játszottak ilyen játékokkal. De rendszeresen, tehát nem az, hogy csak egyszer aztán kész, hanem rendszeresen órákat, éjszakákat. És a végén beépült, tehát az a virtuális világ beépült. És létrejött egy olyan, hogy lerombolódott bennük a valóság és a virtuális világnak a fala, és úgy gondolták, hogy ugyanígy meg lehet oldani. Érted? Tehát a fizikai, emberi, társadalmi problémát, vagy ami az ő problémája, hogy kigúnyolták a társai, azt úgy gondolta, hogy ahogy a játékban annyira benne a virtuális dolgok az érzelmeiben, a képzetekben, a szándékaiban, az értelmében közös lett, vagy egyesült benne, vagy hogy mondjam, tehát hogy összekapcsolódott, összefort, hogy aztán így meg lehet oldani a társadalmi dolgokat is. Érted, hogy kigúnyolták az osztálytársai. Vagy ugyanez, hogy ilyen infantilis felnőtt is, kirúgták a munkahelyről, és aki ilyenekbe ment bele, mert ettől lett infantilis, hogy nem a valósággal foglalkozik, ettől lesznek infantilisak a férfiak, hogyha nem vállalják a felelősséget az életükért, és ezt a felelősséget kitolják, és belemennek egy ilyen virtuális játékba. És csinálják, ugye ezután a visszahat, nem fognak tudni teljesíteni, nem fognak tudni dolgozni, nem fognak egyéb dolgokat csinálni, nem lesznek kreatívak, aktívak nem lesznek, és mi fog történni? Összekeverik a valóságot, tehát a képzeteik már nem csak a virtuális, hanem összekapcsolódik a valósággal, és utána úgy azt gondolják, hogy így meg lehet oldani azt, hogy a főnök kirúgta, hogy bemegy egy gépfegyverrel. És elképesztő, hogy ilyen, tehát hogy mégis megtörténik ilyen. Ilyenek vannak például, ezért kell megújítani az elmét. Ezért kell az elme megújítása abból áll, hogy magamban szétválasztom, ahogy megújul az elmém, szétválasztom a virtuális és a valóságos dolgokat, az ördögnek a dolgait és az én dolgaimat, vagyis Isten dolgait. Szétválasztom magamban, hogy azok az érzetek, valóságos érzetek vagy virtuális érzetek, azok a képzetek, amik bennem megjelennek, valóságnak megfelelőek, vagy a hazugság, a virtuális, az ördögtől valók azok a dolgok. Én megdöbbentett például, most voltam egy konferencián, ahol 3D-s dolgok voltak. Itt Magyarországon találta ki egy fiatal fiú, tehát 23 évesen, egy világtalálmány, lehet, hogy így hallottatok, hogy ez a Leonardo, ilyen, fel kell venni ilyen szemüveget, és utána ilyen, hát ott nem egér van, tehát ahogy a számítógépet, hanem ott madár van, mert ugye ezt a térben lehet mozgatni, forgatni, nyomni, meg tehát a nyomásnak a, ugye lehet gyurmázni azzal, és ugye át lehet fúrni, lyukasztani, vagy ki lehet húzni, tehát ezeket mindezzel az eszközzel tehát megcsinálja, és lehet látni virtuálisan. De ez nagyon érdekes egyébként. De megfogalmazott bennem, hogy mégis, aki ezt kitalálja, és aki ezzel foglalkozik, miért vámpír alakokat, meg ilyen torz lényeket vetít ki, és ez az alap, tehát a bemutatókon, meg ilyenek. Pedig nagyon jó, de mégis mi lehet mögötte? Most én nem azt mondom, hogy rossz, tehát így a 3D-s dolgok, hanem emberek, van valami... Érted? Tehát, hogy ez valamiképpen tuti biztos, hogy ez ki lesz használva majd az apokalipszisben, ez a rendszer. De, és ezt mondom, ez világtalálmány, ezt egy magyar ember talál, nagyon sok díjat kapott a világban.
De mégis érdekes, hogy ilyen vámpír alakokkal dolgozik. Ilyen fogak, meg szarvak, vörösre, olyan, mint a sátán lenne ott. Számomra tehát így érdekes volt ezt a kettősséget látni, hogy húha, most ettől vigyázni kell, de mégsem, mert ugye a technika az mégis fejlődik, mert úgyis ez lesz a jövő, de mégis az, ahogy már ki van találva ez az egész, már csírájában magába hordoz egy ilyen torz virtuális lényt. Ennyit a 3D-s, meg virtuális, ezért beszélek a virtuális dolgokról, hogy ez benned is szét kell, hogy menjen, hogy mi a valóság és mi nem. És amit az ördög ad beléd, az nem a valóság. Amit Isten ad beléd, az a valóság. Az az, ami építeni tud. Azt tud téged építeni, felépíteni, és az igazságban megtartani. Tehát a képzetek hatással vannak. És ugye ahogy képzett társul, az érzelme is az embernek megnyilvánulnak, az érzelem világára is hat ez, és az érzelemvilág pedig visszacsatolással ugye a cselekedetekben megnyilvánul. És ezért van az, hogy depressziós ember a cselekedeteiben fog megjelenni a depresszió. Az otthona az olyan lesz, belépsz és vágod a sötétséget. Mert depresszió van ott, nincs világosság, nincs szabadság, hanem egy rabság van ott. Egy bezártság, egy sötétség van ott. És ezt nem szabad hagyni, mert ugye a sötétségben, tudod, hogy nagyon érdekes, az, hogyha megfigyeled, hogy a sötét van, és most ne a lámpákra gondoljunk, hogy a sötét van, felkapcsolod a lámpákat, hanem alapból, ha sötét van, és nincsen elektromosság, mit fogsz csinálni? Tapogatsz. Tehát nem tudsz egész este tapogatni, akkor mit fogsz csinálni? De nincs kapcsoló, nincs semmi, nincs gyertya, nincs semmi. Mit fogsz csinálni? Nem, én azt mondom, semmi nincs, csak sötétség van. Mit csinálnál? De nem lehet világítani, semmi eszközöd nincs, hogy világítani. Botorkálsz. És a botorkálás után mit csinálsz? Pontosan. Előbb-utóbb lefekszel aludni. Tehát előbb-utóbb passzív. Tehát egy passzív helyzetbe fogsz, tehát egy passzív helyzetet fogsz találni magadnak, és abban a passzív helyzetben fogod eltölteni, átvészelni a sötétséget. Na figyeljetek, szellemileg ugyanez igaz. És mit jelent az, hogy passzív vagy? Hogy a képességeidet nem működteted. Ezt jelenti a passzivitás. Hogy mindaz a képesség, amivel meg vagy áldva, az passzív állapod van, nem használod azokat. Na figyelj ide, amikor szellemi sötétség van az életedben, akkor ez azt jelenti, hogy a szellemi képességeidet teszed tönkre, a szellemi képességed, amit Isten adott, amit adottságok, képesség az Istentől neked, azok elkezdenek elcsökevényesedni, elhalni azok a képességek, ha sötétségben vagy. És ezért kell a világosságra jönni, ezért kell állandóan a világosságban lenni, mert amíg világosság van, addig mindent csinál, aktív lehetsz, addig aktívan csinálhatsz mindent. És ezért fontos a világosság fegyvere, ezért fontos, hogy a világosságra jöjjél, ezért mondja azt az ige, hogy az Isten a világosság Istene, a világosságok Istene az Isten, és az ajándékokat is Isten csak a világosságba tudja odaadni. Értitek? Azért mondja azt a Jakab levele, hogy a világosságok atyától szállnak alá. De miért mondja azt, hogy a világosságok, hogy csak azok az emberekre tudnak menni ezek az ajándékok, akik a világosságban vannak. És akik világosságban vannak, azok a képességeiket tudják aktívan használni. Tehát nem passzív emberek, hanem aktív emberek. De ezt most nem azért mondom, hogy te most magadba zuhannyál, hogy most jaj, én ilyen vagyok, mert akkor megint a depresszió mutatkozik meg. De ezeket azért mondtam neked, hogy vedd észre, hogy miről van szó, és kezdjél el változni, harcolni, mert a világosságok Istene adja a világosság fegyvereit is. És azért adja a világosság fegyvereit, hogy ezekkel a fegyverekkel elkezdjél, ne tűrd meg a rosszat többet az életedbe, ne tűrd meg a passzivitást az életedbe, hanem ezekkel a fegyverekkel kezdjél el harcolni, kezdjél el világosságot gyújtani, forradalmi tüzeket gyújtani magadban. És mi lesz a következménye? Aktív képességekkel rendelkező és használó emberré válsz. És ha most elkezded ezt csinálni, én most megmondom neked, hogy 5 év múlva, vagy akár 2 év múlva is te magad fogsz megdöbbenni magadon, hogy mire vagy képes.
Mert sok ember ezért nem tudja, hogy mire képes, mert a sötétségben van és passzív. És ezért nem tudnak a képességei előjönni, és olyan képességeid vannak Istentől, mindenki kapott Istentől képességet, mindenkinek van rendeltetése az Istentől, mindenkinek van köze az Isten munkájához, azokkal a képességekkel, amit Isten adott belé, csak ezek a képességek még kicsik benned, még csírák benned, ezt nem tudod most így használni, az el kell kezdened először a világosságra jönni, el kell kezdened használni a dolgokat, és ezek kinőnek ezek a képességek, és ezekkel majd fogod tudni Istent szolgálni, és akkor meg fogsz lepődni magadon, hogy jé, ilyenre, ilyet is tudtam csinálni, tudtam, vagyis hogy megcsináltam, nem is gondoltam volna. De meg tudod csinálni, mert Isten, ez Isten kegyelme, de az, hogy Isten már beléd helyezte ezeket, csak mi, hogy sötétségben voltál, nem volt, tehát passzív voltál és nem aktív, ezért ezek a képességek elcsökevényesedtek benned. Ez reménység is egyben. Tehát a képzelet képet tölt be az ember vetítő vásznára. Ugye? Tehát a képzelet, ez a lényeg a képzeletnek, hogy egy képet tölt be rólad. Mert Isten, amikor eltervezett téged, akkor egy idea, tehát egy idealisztikus, egy ideában formált meg téged, és amikor előjöttél ebbe a világba, megszülettél, akkor ez az idea, aki most vagy, az két különböző dolog. De Istennek van egy elképzelése rólad, emberek. Már kitalált téged a világ teremtése előtt. Csak ugye bejött a bűn az ember életébe, és csináltunk mindenféle dolgokat, és elrontottuk ezt a képet, elromlott ez a kép, már a generációnk elrontotta, hogy megszülettünk, már akkor elromlott, már akkor óriási nagy különbség volt, aztán mi is tettük a bűnöket, meg mindenféle dolgokat, de amikor meg megtértünk, akkor elkezdte Isten megvalósítani a Szent Szellem által azt, hogy a Szent Szellem, mint mennyei, tehát ő a szobrász, aki látja. Tehát tudod, hogy dolgoznak a szobrák, vagy a festők hogy dolgoznak. Látják a valóságot, és ezt elkezdik tehát a szobrászok megformálni. És ugyanígy van a Szent Szellem, hogy eljött ide, ő látja Istenben, mert azt mondja, hogy a Szent Szellem mindent vizsgál, és az Istennek a mélységeit is vizsgálja. És az Isten mélységében ott vagyunk, a mi ideánk ott van, és ezt az ideát látja a Szent Szellem, és elkezd téged formázni ahhoz az ideához. Ez indult el a megtérésedkor, hogy az, akinek Isten tégedet eltervezett, képességekkel, mindennel, hogy az meg tudjon jelenni ebben a fizikai világban. Hogy meg tudjon valósulni, ezen dolgozik az Úr. És az már óriási, amikor az emberről ad egy képet, és most nem az ördögről sugal, tehát az ördögtől sugalt képre gondolok, mert ő is sugal, és általában azért azt veszem észre, az emberek jobban meg tudják látni azt a képet magukról, amit az ördög sugalt beléjük, hogy milyenek, és ez lebénítja az ember. Nem veszed észre, hogy ezek a képek, amit az ördögtől jön, lebénítják az embernek a képességeit, aktivitását, mindenét. Hát, hogy semmi értelme nincs, semmi lényege nincs, semmi ilyen, és egy passzivitás, és akkor így fog telni az életed. Én már ilyen vagyok. Kész. És akkor lemondasz magadról. De hát Isten nem mondott le. Az ördög mondott, vagyis ő sem mondott le, de ő úgy csinálja az érzeteidben, mint ha le kéne mondanod magadról. Ember, amíg élsz, azt mondja az ige, a döglött oroszlánnál jobb az élő ebb. És lehet, hogy most ebb vagy, lehet, hogy tisztátalan vagy, de azt mondja az ige, hogy jobb, hogy élsz így tisztátalanul, még lehetsz oroszlán, mire elhagyod ezt a fizikai világot. Mindenki élő ebbként születik meg, és mire elköltözik, addig a oroszlán lesz belőle. Ezért fogunk majd most imádkozni, hogy mindenkinek az elméje meggyulladjon, felvilágosodjon. De tényleg nem vélte, hogy az apostolok is tüzes nyelvek jelentek meg a fejükön, mert az elméjüket meg kellett, hogy dolgozza az Úr szelleme, és lángelmék lettek, és azt akarja az Úr, hogy te is lángelme legyél.
És teljesen az agyadban, az elmédben világosság gyújjon, és világosság jöjjön, hogy tudjad, hogy ki vagy te valójában. De ezt nem tudod megcsinálni, hogyha nem tanulmányozod az igét, a szellemi dolgokkal nem foglalkozol, nyelveken nem imádkozol. Tehát ez munka. Tehát az, tehát neked együtt kell működned a Szent Szellem munkájába. Ezért mondja a Jeremiás könyve, ugye, hogy kimegy, ugye látja, hogy az agyagot készíti, a fazekas, és néznek, hogy amikor ellenáll az agyag, akkor dobja ki a fazekas az agyagot. De hogyha te együtt munkálkodsz, te azt mondod azonnak, uram, itt vagyok. Én átadom magamat. Munkálkodjál, kérlek bennem. És én hajlandó vagyok, még hogyha néha érted, nem sikerül először, de azért alapjáratban úgy állok hozzá, hogy azért meg tudjál formálni. Akkor az Úr nem dob el, hanem ő azt mondja, hogy jó, de jó, érted, tudom formálni. Még akkor is, hogyha néha ellenáll egy kicsit itt-ott, akkor is meg lehet, érted, alakítható. De ne legyél makacs ember, ne legyél kemény szívű ember, hogy nem engeded magadat alakítani az Úrtól, mert igazából nem az Úr fog elvetni, nem azért, mert ő el akar vetni tégedet, hanem egyszerűen te nem biztosítasz neki lehetőséget, hogy alakítani tudjon tégedet. De tehát nagyon fontos, még ezt a kicsit itt még elmondom, aztán utána imádkozunk, hogy fel tudjon az elmétek szabadulni a sötétségből, világosságra tudjatok jönni. Ez sokatoknál ez bűnvallás formájában is kell, mert ugye ezért mondja a Jánosnak az első levele, azt mondja, hogy az Isten, a Jézusnak a vére a világosságban működik. És hogyha azt mondjuk, hogy nincs bűn mi bennünk, akkor sötétségben vagyunk. De hogyha megvalljuk a bűneinket, akkor világosságra jövünk. És vannak olyan dolgok, amik az emberbe ezek akadályozzák meg. És ezért szükség van bűnvallásra az embernek az életébe. De nézzük meg, hogy itt a képzet, az mivel társul még a Filippi levélben. Tehát nem elég az, hogy legyen egy képzeted, vagy egyáltalán jó legyen a képzeted. Most csak azt láttuk meg, hogy van jó, meg rossz képzet. De nézd meg, hogy a Filippi levél harmadik rész, az azt is mondja, harmadik rész, 13. Atyám fiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna. De egyet cselekszem, azokat, amelyek a hátam mögött vannak, elfelejtem. Azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlök. Cél egyenest igyekszem az Istennek, a Krisztus Jézusban, onnét felülről való elhívása jutalmára. Miről van itt szó? Hogy a képzetednek nem elég az, hogy el tud dönteni, hogy te mit akarsz, hogy milyen képzetek jelenjenek meg, de ugye ez a legjobb az, hogy a Szent Szellem adja ezt a képzetet, mert te hiába gondolod, elgondolod magadba, elképzeled magadba, az általában az a tapasztalat, hogy az meg se valósul. Az tuti biztos nem valósul meg. Ezért megtanulja az ember előbb-utóbb ezeket a vágyálmokat. Tudod, hogy már nem is gondolja. De nem azért, mert lemondó vagyok, hogy nem lesz jó, hanem nem úgy lesz, ahogy én gondolom. Jó lesz, de nem úgy, ahogy én gondolom. Nem vetitek észre, hogy Isten az ígéret földjébe azt, hogy bevezesse az ember. Az ember azt gondolja, hogy hát kikerüljük a pusztasságot, és majd egy jó úton bemegyünk az ígéret földjébe. És Isten meg azt csinálja, hogy rendszeresen a pusztán keresztül akar bevinni téged az ígéret földjébe. Ezért ne keseredjél el a pusztába. Az Istennek a tanító műhelye, az a háttérmunka zajlik benned, amikor a pusztában vagy, és el akarod érni az ígéret földjét, az azért, az kell, hogy ott legyen, mert közben krisztusi ember leszel, miközben mész át a pusztán. Ezért ne hagyjátok ott a pusztát. Ne akarj idő előtt kijönni a pusztából. Mert ki kell, hogy ábrázolódjon benned a Krisztus. És Isten nem azért áld meg téged, mert te apád fia vagy, meg anyád lánya. Nem a természetes ok miatt áld meg téged Isten, hanem Krisztus miatt áld meg. Tehát ha benned látja, ő az ő fiát áldja meg, érted? És ha benned látja az ő fiát, ha benned látja kiábrázolódni a fiút, akkor jön az áldás hozzád. De ha még a nem tudom mit se lát a fiúból belőled, még egy vonás se lát belőled,
És te meg úgy áll, mikor fog megáldani Isten? Ember, ezt már felejtsd el most itt, ahogy vagy. Először a Krisztust mutasd meg. Először a pusztába, hogy átmész, és formálódik a jellemet, személyiséged, és egyáltalán megjelenik a krisztusi indulat benned, és a krisztusi érzetek benned, egyáltalán elkezd kiábrázolódni benned a Krisztus, egyáltalán kezdesz hasonlítani, hogy akivel elkezdesz beszélni, az azt mondja, hogy Jézus az ember más, mint ahogy eddig ismertem. Eddig én azt gondoltam, hogy ilyen és ilyen, de ez megváltozott. Ez másképp viselkedik. Ez olyan, mint a Krisztus lenne itt. De most nem a ilyen ájtatos, vallásos figura, hanem egyszerűen a valóságot tudja közvetíteni. Emberek, mi Krisztus közvetítő emberek vagyunk. Tehát nekünk ez a rendeltetésünk, hogy Krisztus tudjuk közvetíteni az embereknek. Hogy Krisztust jelenítsük meg, nem az ostya fogja megjeleníteni Krisztust. Mi emberek vagyunk, akik Isten képére és hasonlatosságára vagyunk megteremtve, hogy mi rajtunk keresztül lássa meg a világ Krisztust. Mi tudjuk átközvetíteni a jellemünkön, a magatartásunkon, a beszédünkön, a cselekedeteinken, az életvitelünkön keresztül, a mindennapi életünkön keresztül. Mi tudjuk közvetíteni Krisztust? És ezt megtudod, ezt, hogyha elindul az életedbe, és ez nem úgy megy automatikusan, a Krisztusi élet mindig tudod, hogy hogy megy. Az fölfele megy, de igazából lefele indul, mindig lefele mutat, és Isten felemeli a megadott időben. Tehát nem ő könyökli ki, hogy fölfele tudjon menni, hanem ő teszi azokat a dolgokat, benne marad azokban a dolgokban, amikben kell, hogy legyen az életébe, és elkezd kiábrázolódni benne a Krisztus, és akivel találkozik, az, hogy ez más ez az ember. Őt ismertem természetesként, tehát emberként, és most már nem olyan. Nem az apjának a természete jelenik meg, nem az anyjának a természete jelenik meg, hanem egy valaki más ő, egy jó. Tehát sugárzik a jó, ki tud sugározni. Ez azt jelenti, hogy közvetíted a Krisztust. És amikor ez megtörténik, hogy így ábrázolódik ki benned a Krisztus, és közvetíteni tudod, akkor tudod, mi fog történni? Isten azt mondja, hát látom az én fiamat benne. Hát megáldom ezt az embert. Elküldöm a javaimat, áldásaimat, meg Krisztus, mert Isten a javait nem a természetes világnak akarja adni, hanem az ő fiának akarja adni. És ha benned a fiú kiábrázolódik, akkor bejön, akkor Istennek a javai jönnek az életedre. És ez is például egy akadály keresztények életében, ha nem akarnak változni, nem tudnak változni, és nem hajlandóak változni, akkor egy csalódást fog okozni nekik Isten. Azért, mert nem fogják megkapni azokat az áldásokat. És elmennek utána a gyülekezetből, meg hátra maradnak, meg minden történik, és igazából mi történik? Nagyon egyszerű dolog, nem ábrázolod ki Jézus. És akkor mit várt? Hát te is az örökséget a fiadnak adod, nem idegeneknek. Hát Isten se adja idegeneknek a dolgokat. A fiának adja örökségül mindent. És ha benned ott van a fiú, ha kiábrázolódik benned a fiú, te is megkapod azokat a dolgokat. És mit mond az Úr? Örökös társak vagytok a fiúval! Hát pont erről beszélek, nem? És erről is beszéltem, az örököstárs azt jelenti, hogy közösen birtoklom azt az örökséget. Tehát nem felosztva van az örökség mindenki között, hanem együtt birtokoljuk és használjuk az örökséget. Ez azt jelenti azt, hogy örököstárs, hogy Krisztussal együtt öröklöm az ígéreteket, Krisztussal együtt öröklök mindent, ami az Istentől, a gyógyulástól, mindentől. De nem függetlenül Jézustól, hanem vele együtt. És ezért mondtam nektek, hogy ki kell ábrázolódni Krisztusnak bennünk. És ez a cél, hogy kiábrázolódjon a Krisztus. Tehát ezt kell látnod, ezt a célt kell látnod magad előtt, hogy ki... és ezért mit fogsz csinálni? Megnézed a sötétségben, mit csináltál. Világosságra hozott, bűnvallás, és utána mit csinálsz? Elfelejted. Ennyi volt. Az már múltad, ember. Azt felejtsd el. Az voltál. Tényleg az voltál. De ez nem azt jelenti, hogy neked ezt hordoznod kell. Azt mondja Pál apostol, hogy amik a hátam mögött vannak, mit csinálok azokkal? Elfelejtem. És akkor jönnek a gondolatok, amikről beszéltünk,
És mit csinálnak? Előfurakodnak. Te ilyen ember voltál. Na és itt ez a kérdés, hogy te ilyenkor mit fogsz csinálni? Hogy el fogod fogadni? Igen, ilyen ember voltam. Hát belőle mit tud csinálni Isten? Hát egy ilyen emberből, aki ilyen voltam, egyáltalán kész, már vége az egésznek, mindent elrontottam. De ez az ördög sugallja. Hát figyeld, azt mondja, Jézus azt mondta, meg Keresztelő János is, Isten még a kövekből is tud fiakat csinálni. Hát de te nem is vagy kő. Te nem kőember vagy, kőszívű ember, fia vagy. Te nem kőszívű vagy, kőember. Hát de ha még az lennél, Isten még a kövekből is fiakat támaszt. Akkor belőled ne tudna fiat támasztani? Belőled ne tudná a fiút kiábrázolni? Ki tudja? De ez az kell, hogy felejtsd el a múltadat. Felejtsd el, hozd világosságra, és utána temesd el. Erről szól. És így kell a sötétséggel elbánni, hogy utána el kell felejteni. És ha utána jönnek gondolatok, azokat meg kell ragadni, meg kell fogni. Ez harc, ez fogjul kell ejteni. Ahogy fogjul ejti az ember az ellenséget. Harc, küzdelem, de fogjul ejti. Berakod a tömlőcbe, a felejtésbe. Ez a felejtés tömlőce. Akkor megint előjön, megint megfogod, berakod, megerősíted a rácsokat. És ha megint kiszökik, megint megfogod és visszarakod. És megmondod, hogy nem vagy hajlandó arra emlékezni, mert már az nem én vagyok. Mert azt mondta Isten, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés. A régiek elmúltak. Íme minden újjá lett. És ez vagy te. Ez vagy te, és nem szabad másképp gondolkodnod. És ott van az a kép, amit Isten mutat rólad, arra meg mit mond? Hogy nekidőlök, célegyenest, megtalálom a célomat, beállok arra a célra, és nem foglalkozok semmi mással, nekidőlök, és elkezdek arra menni. Tehát, hogy, és tudod, ez milyen, ez a nekidőlés, hogy van egy fal veled szembe, van egy pajzs, van egy valami, amire neki kell dőlnöd, és munka az, hogy arrébb, ahhoz a célhoz, amerre tartasz, azt el kell mozdítanod, és mész. És ez küzdelem árán, ez nem úgy fog menni, hogy nem kell küzdened. Értsd meg, küzdelem, a keresztény élet az küzdelem. És csalódni fogsz, hogyha nem így állsz hozzá a keresztény élethez, ha azt hiszed, hogy küzdelem nélkül kaphatsz meg dolgokat, semmit nem fogsz megkapni küzdelem nélkül, még ha itt imádkozok érted, és azt gondolod, hogy csak ennyi elég, ez nem elég, neked utána küzdened kell, itt lehetőséget kapsz rá, hogy egyáltalán győztes tudjál lenni, küzdeni tudjál, de ezt neked kell utána effektíve elkezdened a küzdelmet. És így is a mai napon is nagyon sok fegyvert adtam a kezetekbe, nagyon sok fegyver jött ki általam a kezetekbe. Isten igéje kétélű kard, tehát ezek fegyverek. Adott az Úr fegyvereket, de ezeket el kell kezdened használnod, el kell kezdened ezekkel dolgozni, harcolni, vitézkedni, küzdeni. Le kell győznöd magadat, le kell győznöd a belső gondolkozásodat, gondolatvilágodat, képzeteidet, érzéseidet, vagy érzékelésedet, nem érzékelés, hanem érzeteket le kell győznöd gondolatokat, fogjul kell ejteni, lerontani kell gondolatokat, fogjul kell ejteni gondolatokat, utána látnod kell magad előtt, hogy ki mi, új teremtés vagy, a régiek elmúltak, a sötétség cselekedeteit világosságra hozod. Hogyha van olyan, akkor bűnvallást teszel, keressel akkor valakit, hogy bűnvallást tudjál tenni, világosságra hozod ezeket a dolgokat, és utána pedig nekidőlsz, mert ahogy megszűnik a sötétség, be tud jönni Istennek az ereje az életedbe. És ahogy bejön Istennek az ereje, erőt kapsz ahhoz, hogy neki tudjál feszülni a célhoz, el tudjál jutni, erőt tudjál kifejteni, és el tud az akadályokat, az ellenállásokat le tud gyűrni, és ezeket pedig hátad mögé tudjad vetni, és akkor tudsz menni célirányosan előre. Erről szól az életed, ember. És addig mész előre, amíg a mennyei gyöngykapuk ki nem nyílnak előtted. És arra nem kell neki dőlnöd, azok maguktól kinyílnak, hogyha megharcoltad a hitnek a nemes harcát az életedbe,
akkor azok maguktól meg fognak nyílni, és be fogsz tudni jutni a gyöngykapukon át. Amen. Amen. Halleluja.